Néhány nappal ezelőtt lehetett látni egy beszélgetést a Mokka című műsorban Szögecki Ági, valaki arról beszélt, hogy keresztül ment rajta egy nagyon fura, de igen fájdalmas betegség, de borzasztóan hamar meggyógyultál, azért ez mégiscsak jó hír a kellemetlenség mellett. Hogy történt? Ez az egész tél végén történt egyébként, egy teljesen normális nap volt. Aztán kora este, amikor vacsoráztunk, akkor éreztem egyébként elsősorban azt, hogy levert vagyok. De úgy gondoltam, hogy lehet, hogy megint a front. Úgy voltam vele, hogy nem veszem annyira komolyan. Aztán megfájdult a torkom, lázas is voltam. Ami nagyon ijesztő volt, az, hogy egy idő után zsibbadtak a végtagjaim, tehát fájdalmaim voltak tulajdonképpen a kezem, a lábam, nem éreztem. És a mai napig nem tudom, hogy mi történt akkor velem. Találtam egy olyan gyógynövénykeveréket, ami 4 gyógynövény tartalmaz, és az a legérdekesebb ebben a dologban, hogy ez a 4 gyógynövény együtt fejt ki egy olyan gyógyhatást, ami jóval bivajabbá teszi, erősebbé teszi az immunrendszerünket, és azt hiszem, hogy ez jó dolog. Ráadásul a feleségem azt mondta, hogy jó lenne, hogyha nem hoznék haza semmit. Van egy 5 éves kisfiunk, és így találtunk erre a gyógynövény keverékre, amit azóta és már rendszeresen használunk, és fantasztikus dolgokat tudtunk meg róla, ami ugye utána olvastunk. Szebenik Pistivel régóta ismerjük egymást, és novemberben vagy decemberben egy forgatáson találkoztunk, ahol elég sokat beszélgettünk, és ott mesélt nekem arról, hogy elég sok mindent el szokott kapni ilyenkor a hideg miatt is a téli időszakban, és mivel tudja, hogy én is itt vagyok egyedül, a gyerek, stb., ezért jó tanácsként ajánlotta nekem ezt a kúrát, azt mondta, hogy neki bevált, és próbálja meg én is, és így utólag azt gondolom egyébként, hogy ennek az immunerősítő kúrának köszönhető, hogy én nem kerültem kórházba, és 2 nap alatt átment rajtam ez a mai napig számomra ismeretlen betegség. Az egyik legfontosabb az immunerősítésben maga a prevenció, a megelőzés, tehát hogy nem akkor kell elkezdeni, amikor már betegen fekszünk otthon, hanem ez talán inkább legyen egy folyamat része, hogy folyamatosan, fitten, egészségesen tartsuk a szervezetünket, és a lehető legerősebben. Eddig is tisztában voltam azért a gyógynövények fontosságával, de most sok mindent tanultam róluk. Az egyik gyógynövény például a felső légúti megbetegedéseket tulajdonképpen próbálja megakadályozni, de hogyha már mondjuk elkaptam ezt a betegséget, akkor segít abban, hogy minél gyorsabban lemenjen ez a folyamat. Egy másik gyógynövény például 1000féle baktériumtörzset képes egyedül kiirtani a szervezetünkből, vagy legalább nem beengedni a szervezetünkbe. Aztán van egy másik gyógynövény, ami a fehérvérsejtek szaporodását segíti elő a csontvelőből, szóval ezt így összességében egyébként komplexen kell elképzelni, hogy minden gyógynövény erősíti egy mást. Jól használva és jól koncentrátumban használva ilyen hatást képesek elérni, hogy 60%-ban tudják segíteni azt, hogy megakadályozni azt, hogy egyáltalán bejuthasson a vírus a szervezetünkbe. Ez fantasztikus. A gyerek apukája és az egész nagyszülők, az egész család ugye Rómában él, ahol tudjuk, hogy milyen tragédia történt az elmúlt 2 hónapban. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy ők egészségesek és mindenki jól van. Viszont a gyereknek már hiányzik az apukája, illetve az apukának is a gyerek, ugyanis januárban találkoztak utoljára. Ezért is tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy az immunerősítőt most továbbra is alkalmazzam, hogy én egészségesen, erőben teljesen tudjak mondjuk esetleg majd, ha úgy alakul, repülőre szállni és kiutazni az olasz családhoz a gyerek miatt.